Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon. Ez a Kultóra, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Rónai Egon vagyok, és olyan dolgokkal fogunk foglalkozni, amik azt gondolom, hogy ritkán kerülnek szóba. A romák helyzetéről gyakran beszélünk, szociológiai feltárása viszont annak, hogy valójában a magyar romák is általában a hátrányos helyzetűek hogyan vannak itt a Kárpát-medencében, nem nagyon gyakori, most egy ilyen jelent meg könyvben, és ennek a könyvnek az egyik szerzőjét fogjuk hívni. A gospel koncertek is ritkán kerülnek szóba, általában egyébként jellemző módon éppen karácsonytájt, hát mit ad az Isten, éppen most nálunk is így kerül szóba. Koncertturnéra indulnak gospel karácsony címmel, még a Vatikánig is eljutnak azok, akikkel beszélgetünk majd. Aztán pedig a Magyar Színházi Társaság elnökét fogom hívni, egyrészt azért, mert hogy őt most választották meg, másrészt azért, mert már is a kormány felé és a közvélemény felé fordult ő és a társaság elnöksége egy nyílt levélben, úgyhogy ott is lesz miről beszélgetni Bodor Johannával. De akkor most először az MCC szociológiai műhelyének vezetője Székely Levente a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ugye én azt jól mondom, hogy úgy általában Kárpát-medence szinten ritkán beszélünk a romák helyzetéről is, meg a hátrányos helyzetűekéről is, mert hogy általában arról szoktunk beszélni, hogy igen, Baranya déli része, ó igen, a Hernád völgye, és így tovább. Meghatározzuk a helyeket, ahol gond lehet, de az, hogy a Kárpát-medence milyen összképet mutat, ezt így ritkán kezeljük. Igen, mondjuk ebben a tekintetben lehet, hogy egy kicsit túlzó a mi fókuszunk, ugyanis mi itt három régióra koncentrálunk elsősorban, a magyarországi mellett a felvidéki és az erdélyi régió került a fókuszunkba, és itt is alapvetően a magyar ajkú romákat, illetve hát hátrányos helyzetűeket vizsgáltuk. Ez a kutatás 2021-ben folyt le, egy nagyon átfogó, több módszertannal dolgozó, nagy mintákkal dolgozó felmérés volt, ami alapvetően három fő célt szolgált. Az egyik ennek a csoportnak az élethelyzetét vizsgálja meg, az életmódját és az identitását, hiszen például a magyar ajkú romáknál az egy kiemelten fontos kérdés, hogy ők mennyiben tartják magukat magyarnak, mennyiben tartják magukat romának, és esetleg ez az identitás, ez további színezetet kap-e például azzal, hogy ahogyan a többségi társadalomról gondolkodnak, ahogyan érzik adott esetben oda is tartozónak magukat. Ez mennyire oda-visszaható, tehát mennyire lehet azt érzékelni, hogy ahogy ők megfogalmazzák magukat, abban benne van az is, ahogy a többségi társadalom gondolkodik róluk, vagy ahogy fogalmaz róluk? Így van, hát ebben a tekintetben ugye egy elég régi vita van, gyakorlatilag mai napig is eldöntetlen, hogy ki számít romának az, aki magát annak tekinti, vagy az, akit a társadalom annak tekint. Hiszen például a sztereotípiákkal, a negatív sztereotípiákkal az ember akkor találkozik, hogyha a társadalom annak tekinti, és az tulajdonképpen mellékes, hogy ő maga tekinti egy csoporthoz tartozónak magát, vagy sem, hogyha ezt kívülről vélelmezik, hogy ő ahhoz tartozik, azokkal a sztereotípiákkal, azokkal a viselkedésekkel fog találkozni, aminek gondolják mások. Én ezt akkor megint visszafordítom, mert hogy ez úgy is igaz persze, hogy ő azt mondja, hogy ő magyar. A magyar meg azt mondja, hogy nem, te cigány vagy. És akkor ezen a ponton gyakorlatilag kitaszítjuk a saját köreinkből azt, aki mindig is odatartozónak vélte magát. Így van. Ez abszolút egy olyan mindennapos jelenség, egy régi jelenség ezekben a közösségekben, és egyben egy nagy kérdés is, hogy változott-e valamit mondjuk a rendszerváltást követő időszakban a helyzet. Bizonyos tekintetekben ez a kutatás azért mutatja azt, hogy van változás, és van ennek a társadalmi csoportnak is valami fajta
felzárkózása, de azért még messze nem beszélhetünk arról, hogy óriási eredményeket értünk volna, vagy értek volna el ezek a közösségek. Ami az ő identitásukat jelenti, az, hogy azok, akik ugye a mi kutatásunkban magyarul tudtak interjút adni nekünk, ők azért nagy részt kötődnek a magyarsághoz, és a nagy részük az magyarként is azonosítja magát. Itt a másodlagos identitás az a roma identitásként megjelenik. Hát a felvidéki magyar ajkú romáknál talán egy picit még speciálisabb is a helyzet, mert ott eléggé kiegyenlőtődik az elsősorban romaként, vagy elsősorban magyarként magukat azonosítóknak az arány. Mert hát ott ugye még bonyolultabb az, hogy a szlováksághoz is tartozhatnak, a magyarsághoz is tartozhatnak, és megőrizhetik a saját identitásukat is. Tehát az ott egy ilyen hármas kötődés, ami nyilván megbonyolítja a helyzetet. Ha a cigányozás nem illendő, akkor a társadalom kitalál rá kódszavakat. Én most ilyeneket nem fogok felsorolni, de mert hogy a könyv bemutatóján az egyik ilyen előkerül, így aztán mégiscsak felvetem, hátrányos helyzetűek és vagy romák. Így szól a kerekasztal beszélgetés címe, és pontosan ez az, ami szerintem az egyik leglényegesebb abban, hogy hogyan beszélünk őszintén és tisztán a helyzetről. A hátrányos helyzetű az nem csak roma lehet, de mégis a közbeszéd a hátrányos helyzetűeket azonosítja a magyarországi, és hát lehet, hogy a határon túli romákkal. Igen, ez így van, és ugye a két csoport között van átfedés is. Tehát ugye a hátrányos helyzetnek van egy jogi, vagy egy szociológiai meghatározása is, hogy ugye azok a hátrányos helyzetűek, amelyek bizonyos erőforrásokhoz kevésbé férnek hozzá, ennek ugye különböző dimenziói vannak, és a roma származás, vagy hovatartozás, identitás, az meg egy külön álló elem, de mégis a két dolog között van komoly átfedés, és hát azok a hátrányos helyzetek, amelyek például az oktatási rendszerben, vagy a munkapiaci pozícióban előkerülnek, ott hát nem lehet nem etnicizálni a kérdést, tehát hogy mivel egyes esetekben nagyon jelentős ez az átfedés, ezért amikor például egy hátrányos helyzetűeknek szóló intézkedést hoznak mondjuk önkormányzatnál, kormányzatnál, akkor azért az egyben jelentheti azt is, hogy roma társadalmat segítik esélyhez jutni. Szóval ebből adódik érzékeny is a kérdés egyrészt, másrészt pedig nem is egyszerű a kérdés, hogy ezt hogyan lehet megközelíteni. Épp ezért, hogy az egyik kerekasztal azt a témát is dolgozta fel, hogy hogyan lehet különbséget tenni e között, vagy mi az, ami ebben a tekintetben fontos megközelítési mód. Hogy kapta a munka? Kettejük munkája, ugye, I. és Szabolcsa készítették ezt a kötetet, az Aranypántok címet. Ezt az aranypántokat, ezt kölcsönvettük, ezt a kifejezést. Ez Kovács József Hontalan verses kötetének előszavában szerepel. Ő mondta azt, hogy vallom és vállalom, hogy rajtam két aranypánt van, az egyik a magyar kultúra, a másik a cigányságom. Ezek egyikéről sem óhajtok lemondani. Ez egy nagyon szép és egy nagyon méltó idézet ehhez, hiszen itt pont olyan társadalmi csoport kerül a fókuszunkba, akik maguk nagyrészt magyarként és romaként azonosítják magukat, és ez a kötet, ez ahhoz visz minket közelebb, illetve ahogy a mai bemutató, hogy őket egy kicsit jobban megismerjük, mert ők sok tekintetben
jelentenek, jelenthetnek a, ugye a magyarság számára, főleg külhonban egy erőforrást. Székely Levente és I.S. Szabolcs könyvéről, az aranypántokról beszélgettünk az egyik szerzővel, Székely Leventével. A könyvnek ugye az az alcíma, hogy magyar romák és hátrányos helyzetűek a Kárpát-medencében. Van egy összegző mondata is ennek a könyvnek, a tapasztalataikról? Mi a konklúzió, hogyha megismerik őket közelebbről? Milyenek a magyar romák és a hátrányos helyzetűek itt? Az a nehéz, hogy még ezzel a könyvvel sem dolgoztuk fel azt a rengeteg anyagot, amit ez a kutatás kínált számunkra. Nagyon sok és nagyon szerteágazó az az ismeretanyag, amit ebbe a kötetbe is belepréseltünk. Van például egy olyan fejezet, amit én írtam, ami a boldogságról szól, ami egy kifejezetten izgalmas része ennek a kutatásnak, ugyanis azt látjuk a kutatásból, hogy annak ellenére, hogy oktatási, munkapiaci, szociális szempontból sokszor, sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint a többségi társadalom tagjai, akiket megkérdeztünk, mégis a boldogságuk az nagyon hasonló, mint az országos átlag. Tehát van ebben a közönségben olyan érték, amit a többségi társadalom tanulni tud. Dr. Székely Leventének, az Ifjúságkutató Intézet igazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon. Itt van az advent, közeledik a karácsony, és közelednek az amerikai énekesek. Vezér Dávid, a Gospel Karácsony koncertszervezője hozza el őket hozzánk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszöntöm a rádióhallgatókat is. Ezt nem először csinálja már, hogy elhozza hozzánk az amerikai gospel kórusokat. Mikor, melyiket? Ez mind múlik? Valóban ez már a harmadik alkalom, amikor nagy magyarországi turnét csinálunk, viszont ez egy európai turné része, ami azért már hosszabb ideje megy. Először itt is csak templomokban, templomi fellépéseket csináltunk, és aztán vidéki városokban, nagyobb arénákban, majd idén Budapesten az Erkel Színházba is megérkezünk a turnéval. Az pedig, hogy melyik kórus jön, ugye az Egyesült Államokban nagyon nagy hagyománya van ennek a műfajnak, és rengeteg neves kórus és szólista mozog ebben a műfajban. Egy Maurizio Arriva Bene nevű olasz úriember, aki az európai turnét szervezi, és ő az, aki kiválasztja évről évre a legjobb gospel kórusok közül azt, amelyik az európai turnéra indul, és fellép a Vatikánban is, a Szent Atya előtt is. Ez nem csak egy kórus, ez általában velük együtt egy zenekar is, igaz? Tehát ez most is így lesz, tehát ezt ne úgy képzeljük, hogy a kapella, és végképp ne úgy, hogy bármi is playback. Nem, abszolút nem. Háromfős zenekar fog idén érkezni, basszus, gitár, zongora és dob. Tavaly volt szaxofonos is, most idén háromfő lesz a zenekar, és 30 fős a kórus. Néhány szólista is érkezik, és hát ez egy hangosítás szempontjából egyébként ez egy nagyon komoly kihívás. Óriási hangjuk van ezeknek az énekeseknek, és komoly kihívást jelent ezzel a hangosítóknak, mert kicsit túl lehet őket hangosítani. Hát igen, egyrészt. Másrészt pedig azt lehet tudni, hogy igen, ahogy mondta az előbb, ennek egy óriási hagyománya van az Egyesült Államokban, és nem csak templomi hagyománya van, hanem a showbiznisznek is a része. Tehát a kettő voltak éppen egy ilyen simán átjárható világ és terület. Talán az Apáca Show nagyon sokaknak ismerős, Whoopi Goldberg klasszikusa, ami nagyjából azt is megmutatja, hogy ők, a gospel énekesek, igenis világi életet is élnek, amellett, hogy hát persze hívő keresztények. Abszolút így van. Ezek az énekesek egyébként egész évben templomokban dolgoznak, szolgálnak, profi énekesekről van szó. Emellett pedig valóban járják az országot, és nemzetközi fellépések is vannak. Az Egyesült Államokban külön kategória van zenei díjakban, illetve külön tehetségkutató van a gospel műfajnak, és innen nőnek ki azok a sztárok, akik hát elsősorban az Egyesült Államokban, illetve
nemzetközileg is sztároknak mondhatók. Itthon valóban csak az Apáca Show című filmből ismerik őket a legtöbben. Hát azért ez egy erős referencia. Így van, és hát azon dolgozunk, hogy hazánkban is minél népszerűbb és elfogadottabb legyen ez a műfaj is. Ugye a gospel az alapvetően egy vallási, vallásos zene, a keresztény hit alaptéziseit fogalmazza meg, és ezek a szövegek erről szólnak. Kell-e értenünk, hogy miről énekel az énekes, hogyha egyébként tetszik az, amit csinál? Igen, úgy szoktam fogalmazni, hogy mindenki maga dönti el, hogy csak egy Apáca Show-t lehet, egy magával ragadó koncertshow-t, vagy egy olyan alkalmat, ami egy óriási istentisztelet, egy hatalmas dicsőítés. Nem feltétlenül kell értenünk a szöveget is, ugye angol nyelven énekelnek, lehet azért sokat ismerni, meg nagyon sok olyan sláger is van, amit a magyar közönség is ismer. Világslágereket is feldolgoznak gospel műfajban is ebben az előadásmódban, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki számára érthető és magával ragadóak ezek a koncertek. Ugyanakkor, hogyha valaki hívő keresztény, akkor azt gondolom, hogy ez egy többlettartalmat is jelent számukra, és a hitnek ez a fajta közös megélése egy különösen nagy örömöt tud okozni. Akik most jönnek, említett, vannak szólisták, mennyire ismerhetők, mennyire követhető az életútjuk, mennyire elérhetők a felvételeik, mennyire vannak jelen az amerikai zenei életben? Abszolút mértékben jelen vannak, a Spotify, a YouTube-on is felelhetők az ő zenéik, ugye díjazottak is, a Jason Claiborne, a Benedict Gospel Choir-nak a vezetője, dalszerzője, kétszeres Grammy jelölt, nyolcszoros Stellar Award díjas előadóról van szó. A Micah E. Clarke egy fiatal feltörekvő, most egy sztár növendék, és Amerikában már nagyon neves előadókkal lép egy színpadra. Tasha Page Lockhart, aki a 2014-ben, ha jól emlékszem, akkor tűnt fel a Sunday Best című műsorban, és talán az egyik legismertebb előadóról van szó ebben a műfajban az Egyesült Államokban. Előbb mondott valamit, ami szöget ütött a fejembe, mert igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy hívő vagy nem hívő, aki ellátogat a koncertre. Mind a kettőnek mást jelenthet egy-egy dal, egy-egy megélés, egy pillanat. De vajon aki nem hívő, de szereti a zenét, szereti ezt a fajta zenét, mennyire kell, hogy kívülállónak érezze magát egy ilyen helyzetben, egy ilyen nézőtéren például? Hát röviden sem ennyire. Azt gondolom, hogy annyira magával ragadó, ahogy ez a koncert zajlik. Én azt tapasztaltam a korábbi koncertjeinken, hogy a végére mindenki áll, tapsol, újjong, fütyül, táncol együtt a közönség, és ez egy óriási nagy közösségi élmény. És én nem gondolom, hogy például a Veszprém Arénában a tavalyi évben 2600 ember előtt léptünk fel, ez jó teltházat jelent, mindenki nagyon-nagyon élvezte, és együtt táncoltak, és annak ellenére, hogy ez egy ültetett koncert egyébként, kicsit úgy viccesen szoktam bosszankodni is magamba, hogy hát kibérünk ennyi széket, aztán a végén meg senki nem ül rá, mert állnak is táncolnak. Tiszta pénzkidobás. Természetesen nem, de tényleg ez egy ilyen kis apró mulatságos dolog. Úgyhogy én mindenkinek nagyon-nagyon jó szívvel tudom javasolni. Azt azért el kell mondanom, hogy a budapesti koncertünk az például már régóta sold out teltházas, Veszprémben van még valamennyi, egy Győrben talán egy kicsit több, Debrecenben már egy-kettő utolsó jegyet lehet megkaparintani, és Szombathely is azt hiszem, hogy teltház környékén van. Hát ahol jártak már, ott úgy látszik az előző évek referenciát jelentenek nyilván, és hát maga a műfaj, a karácsony közelette, szóval ez így mind összeér, összeáll, és akkor valahogy összeáll a közönség is elég nagy számban ezek szerint. Gospel karácsony, erről beszélgettünk, amikor ez véget ér, ez a sorozat, és ők hazautaznak, utána ennek van valami utánkövetése, van ennek valami folytatása, vagy majd jövő karácsonykor találkozunk, mondja az olasz impresszáriónak, és mennek a maga útján? Hát ahogy mondtam, ez egy európai turné része, ugye Magyarországon kezdünk,
és mennek tovább. Olaszországban nagyon sok fellépés lesz, ugye a Vatikáni, ami egy kiemelkedő, nagyon nagy megtiszteltetés az énekeseknek, hogy találkozhatnak a Szent Atyával. Ők január 3-án fognak hazautazni, tehát egészen Észak-Olaszországtól egészen Szicíliáig végigjárják a koncerthelyszíneket, úgyhogy ez egy nagyon komoly misszió és megterhelés egyébként nekik. Ugye minden évben más kórust választunk, vannak azért kórusok, akik már visszatérőek is, és ami talán egy különleges, legalábbis számomra nagyon különleges utóélete lesz az ideinek, hogy a Csodalámpa Alapítvánnyal kezdtünk el beszélgetni egy másfél-két hónappal ezelőtt, hogy a Csodalámpa Alapítvány beteg gyerekekkel foglalkozik, és egy kívánságukat teljesíti. És a kívánságlistájukban találtam egy Vas megyei családot, nem akarok ennél többet elárulni róluk, mert nem szeretnének szerepelni, viszont annyit elárulhatok, hogy egy kisfiúnak az volt az álma, hogy találkozzon a Szent Atyával. És ez annyira megérintett, hogy elkezdtük teljes gőzzel szervezni, hogy a vatikáni fellépésünkre elvihessük ezt a családot. Most ez pont így nem jött össze, viszont pont tegnap dőlt el, hogy április 16-án a nagy héten egy pápai audienciára kivihetjük ezt a családot, és így teljesítjük ennek a kisfiúnak az álmát. Úgyhogy ez is ennek a két alapítványnak, a Csodalámpa, illetve a Veszprém Balaton Keresztény Kultúráért Alapítvány, ami Gospel Karácsonynak a szervezője, ennek a két alapítványnak a szolgálata, a munkája, hogy ez a találkozás is létrejöhet, és minket ez nagyon-nagyon boldoggá tesz. Megértem, és ezt hallgatni is jó, és remélem, hogy sok gyereknek tudnak még így örömet okozni. Ha úgy alakul, nem feltétlenül a Szent Atya meglátogatásával, bármi mással, ami a vágyuk. Vezér Dávid, köszönöm szépen, de ha már, akkor mondja el még, persze. Bocsánat, csak hát tényleg egy mondat, ha már a gyerekek szóba kerültek, Veszprém lesz egy különleges helyszín, 370 gyerekből álló, helyi gyermekekből álló kórust szerveztünk meg a veszprémi koncertre, akik egy közös dalt fognak énekelni. Mit énekelnek? A kórussal. Ezt hadd ne áruljam el, mert ezt meglepetésnek, igazából az egész kórust meglepetésnek szántam, csak hát 370 család tud már róla, úgyhogy ezt azt gondolom, hogy bejelenthetem, hogy lesz a gyermekkórus. Hát gondolj el, mennyi nagymama, és akkor onnantól kezdve tényleg mindenki tudja, mert hát a nagyi az jön. Igen. Igen. Az viszont, hogy mit énekelnek, azért vagy el kell jönni a Veszprém Arénában, hogy egy kis marketinget is csináljak, vagy majd utólag meg fogjuk osztani. Oké, irány a Veszprém Aréna, meg úgy egyáltalán hallgassanak sok gospelt, mert így karácsony környékén tényleg, ahogy a neve is mondja, lélekemelő. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta. A Veszprém Balaton Keresztény Kultúráért Alapítványnak is képviselője, meg a gospel karácsonynak is szervezője, Vezér Dávid. Viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon. A vonalban a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Magyar Színházi Társaság frissen megválasztott elnöke, a táncművész és koreográfus Bodor Johanna, akit Johinak hívnak a szakmában, és én is így szoktam nevezni, úgyhogy ha megengeded, ebbe belecsúszom most is majd, hogy szia Johi. Jaj, köszönöm szépen, itt vagyok, és mindenkit üdvözlök szeretettel. És a legjobb barátaim tudják, hogy nem is szerettem, ha johíznak, de már megszoktam. De hát ez így, tehát tudod, hát ez így van már mióta. Igen, ez így van. Na, viszont azt hiszem, hogy onnan indulnunk, hogyha a kedves hallgatóknak valamit fel akarunk vázolni, hogy a Magyar Színházi Társaság maga, az micsoda? A Magyar Színházi Társaság egy ernyőszervezet, amelyhez tartozik 59 színházi forma, vagyis színházak, szabadtéri színházak, bábszínházak, balettegyüttes, dramaturgok, látványtervezők, írói kerekasztal, versmondók, és így tovább. Tehát egy csodálatos összetételű társaság. Nagyon fontos számomra ez a felelősség, amivel tartozom nekik. Most elkezdtük a tagságot összeszámolni, tehát azt megpróbálunk rájönni arra, hogy az 59 szervezet mögött mennyi sors áll, mennyi művészettel, különböző művészeti ággal foglalkozó sors áll, mert akkor még személyesebbé válik az a viszony, ami ehhez a feladathoz tartozik, és hát így az alaprendszerben is jobban tudunk dolgozni. Az neked megvan, hogy kis
pár évtizedes különbséggel mondjuk Major Tamást követed ebben a székben? Hát amikor elolvastam a Magyar Színházi Társaság történetét, amely persze nem ezzel a névvel indult, ennek a mostani neve az 1997 óta datálódik. De hát jogutódként működtek. Így van, pontosan. Hát megnéztem természetesen Hát őrület, Ladányi Ferenc, hát micsoda óriások. Igen. Somlai Artúr. Igen, igen, úgyhogy nagyon fontos ez az örökség, és szeretném is, hogyha méltó módon bánnának vele. Volt-e nagyobb súlya ennek a szervezetnek korábban, mint most? Hogy látod? Mindenképpen, mindenképpen. Hát talán, hogyha a közös emlékezetben ott van még a poszt, mint olyan, ugye ez volt a Pécsi Országos Színházi Találkozó, ami évekig működött, és mindig Pécsen rendezték. A színházi találkozó nagyon fontos, mert hiszen a szakmában ez egy találkozási pont, nyilván a legjobb előadásokat kiválasztották a válogatók, és zsűri döntött el végül is díjakat. Éveken át, évtizedeken át Vándor fesztivál volt, ahogy most is az, most OSZT néven történik, de maga a poszt és az, hogy Pécsen legyen, és legyen off-poszt része is, ezt a Magyar Színházi Társaság találta ki, mert ugye egy időben Jordán Tamás is ott volt vezetője az MSZT-nek, vagy legalábbis elnökségi tag, úgyhogy a legközelebbi emlékezetben ez biztosan nagyon fontos, mint ahogy feladata a Magyar Színházi Társaságnak a tagsággal egyeztetve az állami díjakra való felterjesztést is, és egyébként feladata az is, hogy a megérkező üzeneteket feldolgozza, és ezeket lefordítsa, továbbítsa a döntnököknek, a politikai vezetőknek, a kulturpolitikával foglalkozó egyéneknek ahhoz, hogy lehetőleg a szakmáról a lehető legfontosabb információk jussanak el, és valóban az elmúlt években nagyon csökkent ez a típusú érdeklődés vagy figyelem, ami nyilvánvalóan nem tartható helyesnek, és nem is hasznos. Te mit vállaltál? Mit lehet vállalni abban a helyzetben, amikor a politika is szétszedi a színházi világot darabokra, meg amikor szemmel láthatólag van egy a politikától is talán független, egy kicsit ideológiai, és nyilván egy kicsikét szakmai színű szembenállás is, mondjuk a Kőszínházak és az Alternatívok, mondjuk a Nemzeti Színházak és a nem ezzel a címmel működők között, és így tovább, és így tovább. Hogyha azt a rengeteg energiát, amit egyébként a politikai érdekekre fordítanák, hogyha ugyanazzal a tehetséggel, és elszántsággal a rendrakásra koncentrálnak legalább egy évig, és most nem csak a színházi működésekre gondolok, amelyekben rengeteg hiba van, hanem bármilyen területre is gondolhatok, hiszen mi szolidárisak vagyunk egyébként a társadalommal, hiszen a művészetnek dolga érzékenyen reagálni arra, ami a társadalommal történik, tehát hogyha azt a rengeteg energiát, amit a vitatkozásokkal, a félreértésekkel, a sok-sok esetben a kivagyissággal fogyasztódik el, ha ehelyett konstruktívabb irányba mozdulnánk, valószínűleg mindenki boldogabb lenne, az is, akinek érdeke sikert elérni az ilyen típusú intézkedésekben. Megszólalt a Magyar Színházi Társaság, és ez már vastagon a te időszakod, már legalább egy hónapja vezeted. Szóval megszólalt a Színházi Társaság a támogatások odaítélése kapcsán. Ami nekem annyira nagyon nem tetszik ebben az az, hogy hát először is magatokkal kezditek, hogy ti miért nem kaptatok. De aztán persze szó van itt másról is. És az, hogy ti miért nem kaptatok, arról is beszéljünk, mert igen, egy szervezet akkor tud működni jól, hogyha támogatást kap, és igen, hogyha ez nem politikai, hanem gazdasági jellegű megfontoláson alapul, akkor jár is neki. Pontosan így van. Valóban nem udvarias saját magunkkal kezdeni, amikor közleméről van szó, de és azt el kellett döntenünk, hogy így induljon, vagy ne így induljon, ezzel a mondattal induljon a közlemény, de szimbolikusnak tartottuk, tehát ez egy jelenség, amin biztos vagyok benne, hogy lesz jobbító szándék, és biztos vagyok benne, amennyiben igaz az, hogy a párbeszéd elindul, mert erre vannak jelek,
aminek nagyon örülök. Tehát, hogyha sikerül tisztázni, akkor lehet, hogy egy fél év majd egészen más hangulatú interjút adnék, vagy közölni, vagy akár a közleményt akkor is kell adni, hogyha jó hír jön. Ez az én véleményem. Hát az kevés jön. Illetve ez nézőpont kérdése, mert például most vannak olyan személyek a szakmában, lásd Erkel Színház, akik kifejezetten boldog közleményeket adnak nyilvánosság elé, mert hogy kaptak egy színházat gyakorlatilag ajándékba több milliárd forinttal. Igen, és azért fizetni kellett 2 milliárdot az operaháznak, ugye, tehát az 5 milliárd fölött tartunk, ami egy érdekes és fontos és komoly összeg. Még mielőtt beindulna az átlag véleményképzés, képződés, inkább így helyes, én egyáltalán nem gondolom azt, hogy bárkire is kell irigykedni, legyen, csak az nem helyes, hogyha számtalan sebből vézik csomó ponton a rendszer, és nem rakjuk először rendbe azt, amit rendbe kell rakni, mert hogyha több ember boldog ebben a szakmában, és több embernek fontos marad ez a hivatás, hogyha az életpálya modell kiépül, akkor természetesen egy ilyen típusú hírnek is sokkal több ember örülne tiszta szívből. Tehát ezek összefüggnek, és szerintem ezeket tehát az nem baj, hogyha létrejön egy színház, nem az én dolgom eldönteni, hogy annak hogy kell létrejönnie, és miért kell létrejönnie. Örülünk, hogyha a 21. században a színház jön létre, és nem szűnik meg színház, vagy társulat, de amikor számtalan problémáról tudunk, és ezeket képviselni kell még akkor is, hogyha nagyon rossz kimondani őket, akkor nyilván az lenne logikus, mint ahogy a közleményben is megfogalmaztuk, hogy legyen előbb rend. Rakjunk előbb rendet, ezt építsük ki újra, legyen újra tervezés. Nézzük meg, hogy hol lehet korrigálni, adjunk erre időt, és akkor szerintem sokkal nagyobb örömfesztivál lesz. Bármilyen színház jön létre bárhol ebben az országban. Én most egy lépcsőfokkal visszalépnék, mert hogy azt gondolom, hogy ez az 5 milliárd forint, amit az Erkel Színház kap, az lehetne rendben, hogyha mondjuk a független színházi szféra megkapna azt a támogatást, ami nem arra szolgálna, hogy csili-vili színházakat építsenek, hanem hogy túléljenek. Legalább annyit. És ez az 5 milliárd forint, ez elég lenne bőségesen ahhoz, amit a független színházi világ szeretne magának kapni. Nyilván bármennyit el tud költeni minden színházat, ezt pontosan tudjuk, hát ha máshogy nem megy, felépítjük az Eiffel-tornyot, az is pénzbe kerül, elköltjük. De hát itt nem erről van szó, hanem a villanyszámláról, az úti költségről, vagy éppen a tanórákon az érzékenyítés érdekében bemutatott kis előadásokról, amikkel nem jutnak el a színészek az iskoláik sem. Tehát igazán ez a baj az Erkel Színházzal, és nem az Erkel Színház, és nem az ott megjelenő művészek. Hát nyilván nem. Persze, hogy nem. Sőt, tehát, hogy szerintem arról beszélgettünk a szakmai körökben, hogy nagyon érdekelne minket, hogyha egy komoly szociológus egy megfelelő csapattal kidolgozna egy olyan anyagot, amiből kiderülne, hogy az oktatás aránya és a felvevő piac, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, hogy néz ki. Nyilvánvalóan számtalan fiatal, aki elvégzi a színművészetit például Budapesten, nyilván nem akar vidéki színházhoz szerződni, mert a színházi színésznek az életkilátásai évek óta elhanyagoltan hever, tehát nagyon sok helyen nem megfelelőek a fizetések, sok munka lenne ezzel. Tehát az életpályamodell, amikor erről beszélünk a közleményben, akkor erre utalunk, és ebből a 3 milliárd forintból, amit az Erkel kap, és 2 milliárdot kap az opera azért, hogy kilépjen onnan, hogy ilyen, nem tudom, hogy szakszerűen fogalmazok, és tényleg elnézést kérek érte, de 5 milliárd forintból nem csak, hogy a függetlenek életét lehetne megfelelő rendszerbe és méltó módon rendezni, hanem azt gondolom, hogy számtalan vidéki színházban is egyszerűen a működést, a rendszert, az infrastruktúrát, a lakhatást, egy csomó mindent helyre lehetne hozni, és akkor láthatnánk azt az elképesztő boldogságot és energiát, ahogy az emberek belevetnék magukat a munkába. Nem hiszek abban, hogy szomorú színész jó színész, mert hogyha az nyomasztja az embert, hogy hogyan fogja kifizetni a számláját, és hogy
mondjuk 10 év szorgalmas munka után hogyan lép tovább a saját életében, miből vesz magának lakást, vagy egyáltalán hitelt meg fel tud-e venni, egyáltalán fel tud-e mutatni bármit, hogy jelzálló kölcsönt vegyen föl. Tehát ezek a történetek vannak a háttérben, és hogyha valaki nem találkozik elég sűrűn, és nem tud beszélgetni, és nem látja valóban, hogy ezek az emberek, ezek a fantasztikus emberek hogyan dolgoznak, akkor belecsúszunk egy ilyen hibába, és ez rettenetesen megalázó. Te rengeteg helyen dolgozol koreográfusként, de gyakorlatilag szerintem nem nagyon van olyan színház, ahol az elmúlt években, évtizedben nem fordultál meg. Nagyon nagy az elkeseredettség a vidéki színházi társulatoknál? Olyan szép ez az élet, amit ott megtalál az ember egy társulatnál, tehát hogy az átlag lelkiállapot, vagy az általános lelkiállapot nem jó látni, de abban a pillanatban, hogyha megfelelő feladatot kap egy művész csapat, és jól működik a műszak, jól működik az egész infrastruktúra, akkor olyan elképesztő lendületet lehet látni, és olyan kitörő energiákkal találkozik az ember, ez engem mindig feldob, és mindig hálás vagyok érte, szóval van potenciál. Ez a lényeg, hogy van potenciál, csak nincsenek megbecsülve az emberek egyáltalán, és szerintem nem csak a mi szakmánkban. Ritkán mondjuk ki, hogyha valaki értékes, és főleg akkor, hogyha ez politikától függ, hogy valakit értékeljünk, akkor nyilvánvalóan egy veszélyes zónába kerülünk, ahol termelődnek a szomorúságok. Azzal kezditek a közleményt, hogy a Magyar Színházi Társaság pártol minden olyan döntést, amely a magyarországi és a határon túli magyar kultúra finanszírozásáról szól, amennyiben a támogatás felelősségteljes, minőségelvű és átlátható. És hát akkor én kérdem, mert erre ti tesztek egy utalást, hogy lehet azt tudni, hogy ma Magyarországon ki dönt arról, hogy ki mennyi támogatást kap? Vannak olyan szervezetek, vagy olyan, hogy is mondjam, hivatalos, tehát az NK-nál lehet pontosan tudni, kik azok az emberek, akik keményen megdolgoznak azért, hogy a pályázatokat megfelelően döntsék el. Az más kérdés, hogy egyetértünk-e döntésekkel, vagy nem. Ez a bizonyos előadóművészeti támogatás, tehát az, amiről mi beszélünk ott, és ez most nem az NK, ez nagyon fontos hangsúlyozni. Ennek az volt a neve korábban, hogy többlettámogatás, így talán azok, akik egy kicsit füleltek a kultúra irányába, hallották már ezt. Így van, és ez a minisztérium, ha jól fogalmazok, nem tudom, hogy mennyire komilfó így fogalmazni, ez a minisztériumon múlik, és attól függ. Ott viszont egyáltalán nem tudjuk, hogy kik a döntnökök, semmit. Ezt évek óta kéri a szakma. Szeretné tudni, hogy kik azok, akik ezekbe a döntésekben részt vesznek, és ezt nem lehet tudni. Ez az információm van. Ti most vártok választ? Vagy igazából ez egy felkiáltó jel volt, és hát ha akarja, akkor ki hozzáteheti a sajátját, vagy ez így marad? Most azt beszéltük meg az elnökséggel, mert ugye én semmit nem döntök el egyedül, semmilyen döntést nem akarok hozni, és semmilyen nyilatkozatot nem hozok meg, úgyhogy nem egyeztetek. Most azon dolgoznak, hogy ehhez esetleg lehessen ehhez a nyilatkozathoz csatlakozni, aláírni, egyetérteni, vagy ellent mondani. Nem semmiképpen sem akarunk konfliktust, hanem egyszer reális dolgokról beszélünk, olyan reális dolgokról beszélünk, amiket tisztázni kell, és szerintem nagyon sok közösségben, színházi közösségben hasonlóak a problémák. Jó lenne ezeket rendszerezni, úgy, ahogy kell, kategóriákat fölépíteni, a problémák kategóriájában is rendet rakni, és ezeket szépen rendbe rakni, és elkezdeni azon dolgozni, hogy ezek a problémák egyre inkább csökkenjenek. Johanna drága, kellett ez neked? És akkor ez most egy személyes kérdés, és egy picikét lépjünk el a közleménytől, a színházi társaságtól, és neked kellett? Egyáltalán nem, de nagyon megtisztelő volt az, hogy megkerestek, számos kollega és színházi ember megkeresett és megkérdezte, hogy vajon hajlandó lennék elgondolkodni azon, hogy most egy tisztújítás következik, és hogy megtenném, végigjárom a fejemben ezt a történetet, akarom-e csinálni. Én több mint egy hetet rágottam ezen,
És ennek kb. 3 oka van, hogy miért vállaltam el. Egyrészt mindenki megígérte, aki ebben a színházi társaságban dolgozik, hogy segíteni fogunk egymásnak, és figyelni fogunk egymásra, illetve a szakmára. 2, megtisztelő az, hogy azt gondolják sokan, hogy én erre alkalmas vagyok, és ezért meg is fogok tenni mindent, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki magamból, akkor, amikor közös ügyekről van szó, és amikor közös ügyekről van szó, akkor pontosan tudom, hogy ezek az emberek azt is tudják rólam, hogy szakmailag is szociálisan érzékeny ember vagyok, aki ugye megtanultam dolgozni, és tudom, hogy mit jelent megpróbálni megfelelni ennek a szakmának, nem is megfelelni, hanem üzni, csinálni, a hivatásodért élni. És ezt a szeretetemet, akármilyen gicsesen hangzik, egyszerűen nem tudom elveszíteni, és szeretném, hogyha példaértékű lenne mindaz, ami Magyarországon történik művészet terén. Ezért vagyok hajlandó, és képes vagyok beállni ebbe a feladatba, és azt gondolom, és abban bízom, hogy bizalomgerjesztő az, ahogyan kommunikálunk, egyenesen kommunikálunk. Nem vagyok hajlandó a sértettség pályájára lépni, nem vagyok hajlandó a szemrehányások pályájára lépni. Az érdekel, hogy mi a megoldás, mert szerintem már annyit fogalmaztunk arról, hogy mi nem jó, hogy ugyanennyi energiával lehetne gondolkodni a megoldásokon is, csak el kéne érni azt, hogy mindenki akarjon dolgozni a megoldásokon azért, hogy többen legyünk boldogok ebben a szakmában, hiszen, ahogy édesapám mondta, lehet szeretni egy országot, így vagy úgy, de a legtöbb az, ami tehetsz érte, az, ahogyan dolgozol, az, ahogyan kommunikálsz, az, ahogyan beszélsz, és ahogy teszel a társadalomért, ott derül ki, hogy mennyire szereted az országot és a szakmát, amiben vagy. Én ebbe hiszek, én ezt megtanultam, és merem remélni, hogy ez hihetően, kinő ebből egy komolyabb, hogy is fogalmazzam ezt, hogy ez egyszerűen aggályos lesz. Jó, hát a jóra való törekvés az az, ami legyen fertőző ilyen módon. Hát nem csak a színházi szakmában, mert szerintem ott azért rengeteg olyan művész van, aki nap mint nap megpróbálja ezt megtenni a maga helyén. Az, hogy ti ezt elvállaltátok, az szép dolog, és sok sikert kívánok hozzá. A Magyar Színházi Társaság elnökét hallották, Bodor Johanna, táncművészt, koreográfust, a Hallatatlanok Társulatának örökös tagját. Ezt én mindig hozzáteszem, mert ez nekem meg a szívem csücske. Úgyhogy köszönöm. Én Johanna, köszönöm szépen. Önöknek pedig, kedves hallgatók, köszönöm a figyelmet. Ma a Kultúra ezt hozta önök elé. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk, mi itt leszünk. Viszont hallásra.